Egy imádságban azt kaptam, hogy egy kisfiam fog születni, akiért nagyon meg fogok szenvedni. Házasodtunk, fiatalok, nem húztuk, mondtuk, hogy akkor menjünk, és hogyha van gyermekáldás, akkor azt fogadjuk el, és akkor csináljuk, és akkor csináltuk. Az Esztó, ő az ötödik gyermekünk, utána volt az, hogy egy kisbaba megfogant, és elég pici volt még, de azt elveszítettük. Nagyon megrázott, főleg engem, így testileg is, lelkileg is, és akkor ott csináltak vizsgálatokat, és akkor ott volt az első ilyen kopogtatás, hogy az egyik értékem az nagyon magas, és hogyha lehet, akkor menjek el, vegyem fel belgyógyásszal a kapcsolatot. De aztán a nő ugye azt mondott egy másik infót is, hogyha szeretnénk kisbabát, akkor meg most fogékony a szervezet, és hogy akkor most lehetne. És akkor elmentünk nyaralni, és akkor volt, hogy 5 gyerekkel elmentünk Tezébe. Tezé az a férjemnek, meg nekem is egy nagyon fontos közös pont. Ott volt annó az eljegyzésünk. És úgy szerettük volna megmutatni a gyerekeknek. Egy imádságban azt kaptam, hogy egy kisfiam fog születni, akiért nagyon meg fogok szenvedni. És 2 hét múlva tovább mentünk a családdal nyaralni, így sátorozni. És akkor úgy 2 hét múlva úgy realizáltam, hogy valaki kopogtat. Csináltak csontfelő biopsziát, és akkor a biopszia azt igazolta, hogy van egy vérképző betegségem. Elsőre az volt, hogy remélem ez nem igaz, ez csak valami rossz álom, és hogy valami fölborult, de majd szépen magától helyre fog állni. Másodszorra volt olyan is, hogy mi lesz a pocaklakóval, mert akkor úgy kezdték így összekötni, hogy lehet, hogy ez a betegség miatt ment el az előtte lévő kisbabánk. Aztán jött az is, hogy hát közel jött az, hogy mi van akkor, hogyha itt velem történik valami. Volt olyan orvos, aki azzal szembesített, hogy az észszerű az lenne, hogyha erre a kisbabára nemet mondanék, mert hogy ő is veszélyben van, én is veszélyben vagyok, és akkor úgy velem jött egy nagy ellenállás. Volt bennem egy nagyon erős életigenlés, és amikor az jött, hogy tehát jöttek ezek a külső hangok, hogy felelőtlen vagy, itt a másik 5 gyerek, mi lesz a férjeddel, mi lesz a gyerekeiddel, ezek bennem ilyen szorongást hoztak. Azt érzékeltem, hogy egyre feszültebbé válok, és akkor annyit csináltam, hogy így egyrészt így bevittem imádságba, meg az Isten felé mindenről így beszélgetni. Végülis én kaptam egy ígéretet, hogy kisfiam fog születni, aki nagyon meg fogok szenvedni. Abban ott van, hogy ő meg fog születni. Egyrészt ez volt, másrészt pedig egyszerűen végigmentem abban, hogy ha én erre nemet mondok, akkor az hogy fog hatni rám? Hogy fogom én azt feldolgozni? Az, hogy én őre azt mondom, hogy nem, mert annyira félek, hogy mi lesz velem, vagy mi lesz a többiekkel. Tehát, hogyha még az is lesz, hogy velem valami történik, meg ha őt elveszítem, én akkor is igent mondok rá, és akkor a férjem is megérkezett az igemmel, és az már nagyon erős volt. Az első állomás, ez a 6 hónap, ami nagyon nehéz volt, hogy elkezdték a kezelést, és kaptam egy olyan gyógyszert, aminek nagyon sok mellékhatása volt, és talán a legnehezebb az volt, hogy nagyon erős csontfájdalmakat okozott. Az, hogy oda vagyok kötve egy ágyhoz, és akár akarom, akár nem, egyszer jönnek a gondolatok, hogy mi van, hogyha én meghalok, vagy mi van, hogyha a kisgyerekem meghal. Ezek voltak a legnehezebbek.
és a fájdalmak, a testi fájdalmak miatt az ima életem is megváltozott. Szóval olyan sok magasztos imát, meg amit előtte tudtam, meg Istenhez kapcsolódtam, az nem volt. Viszont van az a nagyon szép kép, ahol a gyermek ott van a édesapa tenyerén. Egy barátnőmtől kaptam, és ezt kitettem a falra, és alá írt egy ilyen, ez egy ének is szoktuk énekelni, hogy ott van életem Isten tenyerén, épp ezért nem félek én. És az, hogy ott van életem Isten tenyerén, ez lett ott az imádságom. Az, hogy nem félek, az még később jött. Tehát ott mondtam, Uram, végtelen félek, nem értem. Egyet föl tudok ajánlani a hűségemet, és hogy egyszerűen ebben voltam, hogy ott vagyok a te tenyereden. Az első nagy csoda, hogy egy nagyon szép, nagyon bensőséges szülésem volt, és a Gábi is teljesen gyönyörűen ott kibukkant, és hogy én is nagyon jól végig tudtam csinálni, jól rá tudtam hangolódni. A születés után kellett kórházba bemennem kezelésekre, vércserékre, és azért azok nagyon megterhelő vizsgálatok voltak. Muszáj valami gyógyszert elkezdeni szednem, de amellett meg nem tudok szoptatni. És nekem ez, hogy nem szoptathatok, ez nekem nagyon nehéz volt, mert egy fontos dolog volt a gyerekeknél az, hogy tudom őket szoptatni, és emlékszem rá, hogy még egy 3-4-5 hónap múlva is, ha láttam valakit, aki édesanyja szoptatja a gyermekét, akkor úgy jöttek a könnyeim, és hogy úgy ez így fájdalommal éltem meg. Elképesztő volt különben, hogy sokan mennyire tényleg nagyon profin segítettek, a gyerekorvos barátnőm, aki végül is talált egy édesanyát, akinek nagyon sok teje volt, és akkor egy évig tudtunk anyatejet adni a Gábinak. És akkor lett egy újabb csont felülbiopszia, aminek az eredményét én később tudtam meg, mint a családom, és én csak érzékeltem, hogy valami van, mert a férjem olyan szomorúvá vált. Ott vagyok a nappaliban, a kisfiam kint van, a homokozóban játszik, és én beszélek az orvosommal, és akkor mondja, hogy szeretné őszintén elmondani, hogy a biopszia eredménye sajnos nem jó, és hogy nem az a betegségem van, amit elsőre gondoltak, hanem a biopszia egy másik vérképző betegséget mutatott ki. A neve az a mielofibrózis, és hogy itt sajnos ez egy elég rossz prognózisú betegség, a betegek általában 4-5 évig szokták ezt túlélni, tünetileg tudnak kezelni, és ha minden összeomlik, akkor még a transzplantált csontvelő transzplantációt megpróbálják, de hogy megmondja őszintén, hogy azért ebben a betegségben nincsenek túl jó eredmények. Tehát ez volt most már nem tudom, 10-valahány éve. Na, ott jött például a düh, én vagyok a beteg, akkor nekem mondják el, hogy mi van, akkor az orvosomnal ezt így megbeszéltük, hogy ha bármi van, én szeretem a tisztánlátást, hogy mondja ki. Általában én tisztán látok, az engem nem demotivál, hanem motivál, és ha meg totál azt érzem, hogy tehetetlen, akkor inkább arra felmotivál, hogy az Istennel együtt merre lépjek, mi a következő lépés. Akkor kimentem a kisfiamhoz, és akkor jött egy nagy szomorúság, fájdalom, hát akkor ő volt másfél éves, és nagyon sok emlék betört különben, így általános iskolás korból, amikor emlékszem, hogy két osztálytársamnak is az anyukáját a család elveszítette, és láttam, hogy azok a gyerekek megtörtek, láttam, hogy a család megtört, és fölmentem a szobám, és kinyitottam a Bibliámat, mondom, Uram, akkor én téged kérdezlek, hogy ez mi. A felséges Isten oltalmában, az annál a Zsoltánnál nyílt ki, és annyira minden egyes mondata is szíven ütött, mert végül is az a Zsoltárnak a lényege, hogy mivel felén fordulsz, angyalaimnak parancsolok felőled, hogy kőbe ne üssed lábadat, áspiskudjon, viperákon fogsz átkelni, de hogy én hosszú élettel ajándékozlak meg. Szíven ütött az egész, és akkor futottam le a férjemhez, és mondom, Gabesz, kaptam választ, mondom, figyelj, ez a Zsoltár,
ez, én azt gondolom, hogy az Isten nekem ezt ígérte. Nem gőzöm is, hogy hogy fogja ezt beteljesíteni, de a tapasztalatom az, hogy ha ő valamit ígér, a Gábinál is azt ígérte, hogy fiunk születik, és meg fogunk szenvedni, ez így volt. Most ezt ígérte, én ráhallgatok. Az Istennel való kapcsolatomban elkezdtem változni, növekedni. Elkezdtünk járni zarándok helyekre. Az egyik legmeghatározóbb az Lourdes volt, és hogy ott Lourdesban érzékeltem, hogy azt hiszem hogy kezdetben nem feloldódni ez a félelem, hogy ha én meghalok, mi lesz, hát akkor az Úristennel a teljességbe lépek. Aztán jött az, hogy mi lesz a férjemmel, hogy ő mit fog csinálni. Ez a félelmem azért nagyon erős volt. És akkor jött az is, hogy mi lesz a gyerekekkel. Ott van egy medence, és akkor ott külön férfiaknak, nőknek, és akkor ott közben kísérnek, imádkoznak, kihideg a víz, és valahogy ott abban a medencében való megmerüléskor történt az, hogy így átadtam ezeket a félelmeimet, hogy mi lesz a gyerekeimmel, mi lesz a férjemmel, mert hogy ezen görcsölhetek, de igazából nem segít. Lelkileg egyre szabadabbá váltam. Szabadabbá váltam a szorongásaimtól, a félelemtől, az aggódástól, hogy maga ez a betegség, azt érzékeltem, hogy már nem azt nézem, hogy most milyen a vérképem, vagy most jobb az érték, nem jobb az érték, hanem hogy tudom ezt a napot minél teljesebben megélni. És szerintem az igazi gyógyulásom pedig az, hogy az Istennel való kapcsolatomban széttörtek a falak, és hogy ott egy akkora minőségbeli változás történt. Végtelen bizalommal, meg szeretettel van felém, és hogy akkor, amikor épp én szenvedek, akkor ő velem együtt szenved. Hol az Isten, amikor szenvedek? Hát egész közel, hogy amikor sírok, hát velem sír. Amikor elesek, akkor felemel. Ebben az összetört állapotban én azt érzékelem, hogy sokkal fogékonyabbá váltam én is, meg a munkámban is ezt látom, tehát nyitottabbá váltam arra, hogy a jelenlévő Istent, aki én azt gondolom, hogy mindenhol és mindig jelen van, ez a szenvedéspont még inkább jelenlévővé tette.